tény és való, hogy ez a hely még egy olyan pluszt adott most itt a darabnak, aminek szerintem nagyon nagy varázsa van. Én most vagyok itt először, és amikor beléptem ide a katlamba tegnap a próbán, akkor rácsodálkoztam erre a gyönyörű helyszínre, és annak idején tanár úr Keró mondta nekem, hogy itt létezik egy ilyen, és hát annyira kedvet kaptam, rögtön megnéztem a kis füzetkét is, hogy milyen produkciók vannak még itt, és láttam, hogy nagyon színes a repertoár és a lehetőség, és én azt hiszem, hogy aki ma este eljön, illetve holnap megnézni ezt az előadást, az azt a fajta erőt, energiát, szerelmet, szenvedélyt fogja tőlünk kapni, ami úgy gondolom, hogy bennünket fémjelez ezen a pályán. Már amikor ide érkeztünk, akkor valami jó érzés fogott el rögtön legelőször, és aztán amikor ide visszatértem, ugyanaz, és most harmadszor vagyok itt, és idén még jövök, és nagyon jó itt lenni, nagyon jó a környék, nagyon jó a színpad, a nézőtér, fantasztikus volt, amikor olyan érzés volt itt a színpadon játszani, ugye hatalmas a nézőtér, több ezres, és mégis olyan volt, mintha nagyon közel lenne a közönség, úgyhogy egy komoly érzéki csalódást is adott ez a színpad. Hely szelleme az mindig igézetes. Tehát itt azért az, hogy itt van ez a csodálatos sziklafal, itt van ez a sok-sok ember, és tulajdonképpen mindenki már vár egy előadást, mert ennek az előadásnak legendája van. Ez arra késztet minket, hogy egy különleges megfelelési indexet vegyünk elő. Tehát itt nagyon jónak illik lenni, sokan néznek minket, meg fogunk felelni az elvárásoknak. Mindig egyébként jót tesz a darabnak, amikor egy új helyszínre visszük, és ez meg különösen. Én jól érzem itt magam, annak ellenére, hogy néha kicsit megfúj a szél, és akkor picit didergünk, de egyébként aztán, akkor fölmegyünk a színpadra, akkor ugye minden elfelejtődik, és csak egymással foglalkozunk. Igen. Az, hogy a közönség egyrészt többen vannak a nézőtéren, ettől a reakciók még jelentősebbek, és még inkább azt érezzük, hogy tehát fura dolog, de talán Zsuzsi is egyetért abban, hogy az energiák, amiket mi ugye egymásból és egymásnak adunk, az a nézőközönségtől ugye hatványozottabban jön ilyenkor, ha többen vannak, és ezáltal az egész egy ilyen őrületes vibrálássá fajul.